estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal készültem. Már csak néhány nap és megérkezik a várva várt Lecsó Fesztivál. A Fekete-Egyszervezréti Közösségi Központ azonban már a hétvégén megtelt bográcsokkal. Közel 30 csapat mutatta be lecsó főző tudományát. Ahány ház, annyi szokás, ez nincs másképp akkor sem, ha lecsóról van szó. Ki az arányokra, ki az összetevőkre, ki az elkészítés módjára esküszik. Egy valamiben viszont mindenki egyetértett, a jó alapanyag elengedhetetlen. Mi a titka önök szerint egy lecsóra? Hát szerintem a jó alapanyag, meg a szakács, hogy tudja jól az arányokat. Sok hagyma szerintem, és zsír. Zsírral kell főzni szerintem, nem olajjal. Leszben kolbász, szalonna és tojásos lecsó lesz a végén. Ez volt a kívánság. Természetesen mindenkinek a saját lecsója ízlik a legjobban, ezért nem maradhatott el a rendezvényről a szakértő zsűri sem. Rácz Jenő mesélt híradónknak arról, mit vesznek figyelembe zsűrizéskor. Először is az, hogy milyen ízű, már megkóstoljuk mindegyiket, meg a tálalásra, a hangulatra, a körülményeket veszük tudomásul. Azt kérdezném, hogy akkor ön szerint saját ízlésének melyik lecsó áll a szívéhez legközelebb? Hát ezt a lecsóban nem lehet, mert mindenki a legjobbat csinálja maga szerint. Ami azért vagyunk, egy kicsit kétségbe vonjuk az állítását, és segítsünk nekik. Tehát mi nem zsűrizünk, mert nem lehet azt mondani, hogy az övé rossz volt. Az övé a legjobb lecsó, tehát biztos vagyok benne. És sajnos nem lehet az első, az egyetlen számítási hiba, hogy első csak az első lehet. A Mini Lecsó Fesztivál hagyományteremtő szándékkal indult meg. Szigli István, a városrész önkormányzati képviselője ezt a rendezvényt egy amolyan ráhangoló főzésnek szánta, a Nagyfehérvári Lecsó Fesztivál előtt. A rendezvény helyet biztosít azoknak, akik esetleg lemaradtak a városi igazságról. Rendezünk egy olyan mini lecsó főző versenyt, ahova azok is eljöhessenek, akik mondjuk a Nagy Lecsó Fesztiválra nem szoktak oda, vagy nincs hely, vagy sokba kerül nekik, és így tovább. Én úgy gondolom, ezzel teremtettünk itt egy lehetőséget, és ha jól körbenézünk, fekete egy száraz részről jelentős létszámba jöttek el csapatok, 30 csapat vesz részt, ebből körülbelül 20-25 a mi helyi csapat. Én bízom benne, hogy ennek egy hagyománya lesz. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ráhangoló a Nagy Lecsó Fesztiválra, hisz az első helyezett csapat a Nagy Lecsóra szóló díjat kapja meg, illetve a 1-2-3 helyzet pedig serlegeket. A zsűri tagjai a Rácz Jenő és a Boda Jani, ismert szakemberek ebbe a dologba, és közben egy kis zene szól, illetve majd egy órától az Arton zenekar lép fel a színpadon. A cél természetesen a jó hangulat volt, de a tét nem kicsi. A győztes csapat ugyanis helyet kapott a szeptember 21-én megrendezésre kerülő fehérvári lecsófőző vigasságon. Nagyszerű közösségi programnak adott otthont a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és környéke. Idén is nagy érdeklődés kísérte a marosegyi böndörödőt. Idén 12. alkalommal rendezték meg a marosegyi böndörödőt. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház munkatársainak szervezésében ez évben is színes, látványos programok várták a városrész polgárait és valamennyi fehérvárit. A program vendégeként Törő Gábor országgyűlési képviselő és Cserpalkovics András polgármester is köszöntötte az ünneplőket. Minden megerősítés fontos az ember életében is, így van ezzel egy egyén, így van egy közösség is, illetve minden visszajelzés fontos, hogy akkor is esetleg, hogyha az egyébként mondjuk adott esetben kritikus, de építő kritikával szól, akkor is, hogyha támogató vagy ötletelő, javaslatot tevő, mert ebből lehet épülni. Mindig elmondom, hogy egyrészt a polgármesteri munka mögött nincs egy polihisztor, én sem vagyok sajnos az, tehát szükségem van arra, hogy nagyon sokféle szakma, nagyon sokféle közösség, civil szervezet, intézmény támogassa azt a munkát, amit mi megálmodunk, elképzelünk. Másodszorban pedig, hogy mindig csapatmunka, ahol a polgármester nem vonulhat a felelősség elől el, de ő a csapat kapitánya, tehát egy csapatnak ugyanúgy tagja, mint mindenki más, és ehhez kellenek a közösségek, és itt vagyunk most Maroshegyen egy igazi közösségben, egyrészt egy nagymúltú város részében Székesfehérváron, és aznak most már egy nagymúltú, szép hagyományokkal rendelkező helyén és rendezvényen. A helye a Gárdonyi, mi bízom benne, hogy a következő években fel fogunk tudni újítani, ugye
Az engedélyes tervek elkészültek, az építési engedélyeket megkaptuk, úgyhogy a forráskeresésben vagyunk, de bízom benne, hogy a ház megkapja a 21. századi fejlesztését. Úgyhogy közben ez a csodálatos környezet, ami itt előtte van, megmarad, és alkalmas arra, hogy ne csak a művelődési házon belül legyen rendezvényprogram, hanem a műfesz kilépjen itt erre a csodálatos térre, és akár a Böndörödőn, akár más rendezvényeken is megszólítsa a környezetben élőket. Nem szabad elfelejteni, hogy minden 8000 ember ér a környéken, és ráadásul ez folyamatosan gyarapszik, hiszen új városrészek fele nyúlik meg a város, be kell, hogy kapcsoljuk őket akár az intézményi keretek közé, nem véletlenül gondolkodunk itt például egy bölcsődeépítésbe, de ugyanúgy a kulturális, közösségi, közművelődési programokat is el kell idehozni. A találkozón idén is megjelent a térség országgyűlési képviselője Törő Gábor, aki ismét nagy örömmel fogadta, hogy a marosi találkozó ilyen sok embert mozgat meg. Azt gondolom, hogy még mielőtt a kérdésre válaszolnék, az első a gratuláció Cserpalkovics András polgármester úrnak, hogy az év polgármesterének választották. Mint országgyűlési képviselő meggyőződésem, hogy rendkívüli munkát végzett Székesfehérvárért, de mint a körzet országgyűlési képviselő azt is elmondhatom, hogy nem csak Székesfehérvár, hanem a környékbeli településekért. Úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy egy olyan közösséget alkotunk így többen, Brajer Éva, Cserpalkovics András és a stábja, hogy az egész Székesfehérvár ennek csak a haszonélvezője, és azt kívánom, hogy az is legyen. A Böndörödő legfőbb célja a közösségépítés mellett, hogy megismertesse a városrész múltját a rendezvényekre érkezőkkel. Brájer Éva alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője örömét fejezte ki a rendezvény 12 éves múltja kapcsán. Mint elmondta, azelőtt nem volt Marosegynek kiemelt rendezvénye. A jövő az nagyon biztató, hiszen Marosegy élete nagyon megváltozott az elmúlt években a régmúlthoz képest főként. Éppen most a közösségi oldalamon föl is tettem ennek a régmúltnak a folytatásos történetét, mert azt hiszem, hogy nagyon tanulságos, érdekes, és hát érzelmileg is nyilván megérinti az embert, hogy is alakultak ki Marosegy homokpadjain annak idején a szőlőültetvények, hogy alakultak ki ezek a nagyon-nagyon hosszú, nagyon keskeny utcák. És hát azért is tettem ezt, hogy mindazok, akik az elmúlt években, és vannak számosan, csatlakoztak hozzánk itt Maroshegyen, új maroshegyi lakóként, hogy ők is egy kicsit ismerkedjenek meg a múlttal, hogy mi is áll a jelen hátterében. És hát ez a nagy közösségi rendezvény egyrészt a múlt tradícióit igyekszik tisztelni, másodszorban pedig, hogy a közösség az ne csak hazatérjen ide a munkája után, hanem érezze otthonának ezt a városrészt. Úgyhogy 12 éve rendezzük meg a Böndörödöt, Maroshegy egyik legnagyobb közösségi rendezvényét. Iszkádi Erika és munkatársai számára rendkívüli kihívás megtartani a Böndörödő rangját, a különleges Adorján Viktor egykori igazgató segítségével megálmodott eseményt megtölteni, felöltöztetni tartalommal. Büszkék arra, hogy őszi rendezvényük ma már egyre vonzó városi program. Aki 12. alkalommal böndörödik már velünk, most teljesen új környezetben lehet mégiscsak, hiszen az eddigiekhez képest teljesen máshogy rendeztük el ezt a fantasztikus teret itt a művelődési ház előtt, és a programokat is gazdagítottuk, és ha valaki ide kijön a mai napon a Maroshegyi Böndörödőre, akkor biztos, hogy megtalálja mindazt a programot, amiben a kedvét leli majd. Hogy sikerült ilyen változatos programot csinálni, hiszen azért látjuk, hogy továbbra is megvannak az alapesemények, viszont a kicsiktől a nagyokig mindenki a kedvére válogathat. Így van, a rendezvényvázát mindenképpen szerettük volna meghagyni, hiszen ez mégiscsak a születi hagyományokra épülő egész napos esemény. Viszont arra is igyekeztünk törekedni, hogy a piciktől egészen a felnőttekig mindenki megtalálja azt a szórakozási lehetőséget, amiért úgy érzi, hogy idén is érdemes kijönni ide Maroshegyre, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház elé. És hát a kollégáimmal már nagyon régóta dolgozunk azon, igazából már az év elején elkezdtük a munkát, hogy minél változatosabbá tegyük nem csak a környezetet, de a színpadi programokat is. A tradíciókhoz hűen az egésznapos fergeteges programsorozat háziasszonya Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője volt, aki örömének adott hangot, hogy a verőfényes napsütésben kicsik és nagyok ismét eltölthettek együtt egy csodálatos napot. 12. alkalommal kerül megrendezésre a Böndörödő Fesztivál, ezt el se hiszem egyébként, és én nagyon szeretem ezt a fesztivált, mert igazi közösségformáló ebben a hagyományokkal bíró, ugyanakkor fejlődő városrészben.
a születi hagyományokat eleveníti föl, és ezt teszi úgy, hogy közben közösséget fejleszt, hiszen van egy főzőverseny, családok, baráti társaságok odaállhatnak a bogrács mellé, és lehet ezekre az ételekre szavazni. A madárijesztő, ugye, amikor ilyenkor már a szőlő érőben van, vagy szüret előtt nagyon sok seregé látogatja meg, rigók nagyon szeretik, és a madárijesztő az egy ilyen szimbolikus figura. Nagyon szeretem az óvodások műsorát, bevallom őszintén, hogy ez a kedvenc műsorszámom, a szüreti műsor, annyi ötlet van benne, és látni a csillogó gyerekarcokat, nagymama, nagypapa, anyuka, apuka szemefényeit, és annyira örülök, hogy nálunk is van Székesfehérváron szüreti fesztivál. Éppen most néztem egy fesztivál kalauzt, és láttam, hogy szerte az országban hányfajta szüreti fesztivál van, és büszke vagyok rá, hogy nekünk is van. A szép hagyomány folytatói nem hagyták otthon a jó kedvet sem, a böndörödni vágyóknak a számtalan program mellett attól sem kellett tartaniuk, hogy ékopra jutnak, a gasztronómia szerelmeseinek bográcsaiban készült ételekre talán még lukulusz is csettintett volna. A múzeumok éjszakája mintájára hívta életre a Magyar Energetikai Hivatal az erőművek éjszakáját. A különleges esemény október 11-én lesz, de stábunk már bejuthatott a Szászhalombattai Dunamenti erőműbe. Erőművek éjszakáját azért hívtuk életre, hogy bemutassuk az érdeklődők számára, hogy miből lesz a villamos energia. Sok programunk volt idáig, ahol szerettünk volna felhívni a figyelmet a fogyasztói felelősségre, tudatosságra, jogokra, kötelezettségekre. Most pedig azt szeretnénk megmutatni, hogy hogyan termelik, kik termelik a villamos energiát, hogyha azt kérjük tőlük, hogy energiatudatosabbak és hatékonyabbak legyenek. Nos, ezt milyen háttérrel, milyen háttérért érdemes elérni? Egyelőre kívül vagyunk, az erőművön kívül vagyunk, de nem sokára belépünk. Az ott dolgozók munkája is megismerhető lesz majd? Igen, hát elsősorban ilyenkor az erőműveket nézhetjük meg, az erőművek egyes műszaki berendezéseit, de találkozhatunk az itt dolgozókkal is, szakavatott kísérőket fogunk kapni. Ugyanúgy itt is, mint október 11-én szerte az országban, ahova ellátogathatunk a megfelelő regisztráció után. Nos, tehát az olyan fiatalok is, akik kaszérkodnak azzal a gondolattal, hogy valamilyen energetikai erőműben szeretnének dolgozni, itt megismerhetik, hogy miről is van szó valójában. Tehát ez azt jelenti, hogy a pályakezdő szakembereknek és a leendő munkáltatóknak ez egyfajta találkozási hely is lehet? Így van, az ő számukra is, valamint az érdeklődők számára, de lehet ez akár családi program is. Természetesen a biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartanunk, tehát kapcsolóterembe, hogyha bejutunk, semmilyen gombhoz nem szabad hozzányúlnunk, figyelnünk kell, hogy a kvázi tárlatvezetők milyen utasításokat adnak a számunkra. Szászhalombattán vagyunk, 60 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy szükség lenne erre az erőműre. Miért pont itt épült fel? Maga a MOL finomító hívta életre ezt az erőművet, de ma már két napelemparkkal kiegészülve alapvetően villamosenergia termelése szakosodott ez az erőmű. Ami még érdekes, hogy ez a Black Start funkció, az megtalálható az erőműnek a lehetőségei között, tehát ha a hálózat nem tudna valami miatt működni, tehát megállna a rendszer, innen újra lehet indítani, tehát ez megadja a különleges jelentőségét. A gáztüzelésű erőmű korán sem elavultnak számító erőmű, viszont a megújuló energiaforrásokról is fontos beszélni, itt már szóba került a napenergia. Hogyan tudják követni ezt a rohamosan fejlődő iparágat?
Hát egyrészt támogatással, tehát az a metárendszer, amit ez a pályázat, amit kiírtunk, az pont azért van, hogy újabbak és újabbak létesüljenek. Ami viszont fontos, és ami megadja a jelentőségét a gázturbinás erőműnek, hogy ezeknek a hatásfoka 60% körül, 55-60% körül van a modern berendezéseknek. Még ha napelemeket nézünk, ez országos átlagban 15% körül szóródik. Ha megnézem, hogy télen 5% hatásfokkal, nyáron 25-tel működik, akkor érezzük azt, hogy miért fontosabb az ilyen kiegyensúlyozó erőműveknek a léte. Abból, hogy említett, hogy nem szabad a piros gombot többek között megnyomni, arra lehet következtetni, hogy ez az erőmű is 1-24 órában működik. Így van, illetve megfelelő rugalmassággal működik. Ezért nagyon fontos az a rendszer kiegyensúlyozó hatása, ami például egy nyári csúcsfogyasztásban lehetséges, hogyha nincs kellő naperőművi kapacitás, akkor itt tudnak szinte rendkívüli gyorsasággal csúcsra járatva megfelelő mennyiségű villamos energiát produkálni. Köszönöm szépen. Országszerte tehát 42 erőmű kapuja nyílik meg október 11-én. Itt Szászhalombattán délután 2 és este 10 óra között lehet majd látogatást tenni. Szülők, önkéntesek és támogatók segítségével újult meg nemrégiben a hosszúsétatéri óvoda kerítése és környezete. 65-en csatlakoztak a kezdeményezéshez. Plecser Ádám ötletgazda sikeren felbuzdulva újra várja a segítőkezeket, önkénteseket. Szülők, önkéntesek, támogatók segítségével újult meg nemrégiben a hosszúsétatéri óvoda kerítése és környezete. A kezdeményezéshez akkor 65-en csatlakoztak. Plecser Ádám ötletgazda a sikeren felbuzdulva most újra várja a segítő kezeket, az önkénteseket. Volt már egy hasonló jótékony kezdeményezés, és a heti feedben most egy szeptember 22-i programra hívjuk fel a figyelmet. Mit kell tudni erről az akcióról? Gyakorlatilag a múltkori sikereken felbúzulva, hiszen hát sikernek foghatjuk fel, hogy rengeteg dolgos kéz, két nap alatt egyébként 65 dolgos kéz munkálkodott azon, hogy a hosszúsítatéri óvodának a kerítése megszépüljön, megújuljon. Hál' Istennek sikerült is, és azóta hát félig meddig idézősen mondom, hogy csodájára jár mindenki, de nagyon örül a közösség ott, hogy ezt megtettük. Egyrészt az óvodába járok, másrészt pedig akik amúgy is ott közlekednek, ők mondták, hogy már ráfért. És hát szokták mondani, hogy ha valami jól megy, akkor ezt nem szabad abba hagyni, és ezen felbuzdulva tovább mentünk egy picit, nem is olyan sokat, talán egy másfél kilométert, vagy egy kilométert jöhetünk, és itt vagyunk a Tóvárosi óvinál, aminek van egy hatalmas kerítése, amin hát én is ilyenkor mindig megrökönyödöm, főleg, hogy már tudom, hogy mennyi munkába jár, és itt vagyunk, és ezt néztük ki magunknak, hogy 22-én ide is várunk önkénteseket, és akkor nekiállunk ennek a szép hosszú kerítésnek, és együtt közösen valószínűleg itt is két nap alatt, de meg fogjuk tenni azt, hogy újjá varázsoljuk. Így hamarosan itt is szebbé varázsolják a kerítést és a környezetet az önkéntesek. A munkához bárki csatlakozhat, nem kell hozzá más, mint egy kis lelkesedés, tenni akarás, ecset és kesztyű. Az 50 kisgyerek jár a Tóvárosi óviba. Az intézmény vezető azt mondja, nagy lelkesedéssel fogadták a kezdeményezést. Nagy szeretettel fogadjuk, hogy újra az önkéntesek részt vesznek a mindennapjainkban. Ez a nyári felújításunknak a megkoronázása lesz, hiszen belülről nagyon szépen megújultunk, és ráfér a kerítésünkre a festés, így várjuk szeretettel a szülőket, kollégákat, önkénteseket, nagy segítség lesz ez nekünk. Nagyon szívesen csatlakoztak a dolgozóink, illetve a szülők is,
Úgyhogy ennek tényleg nagyon örültünk. A szervezők minden felajánlást szívesen fogadnak, hiszen jól jön a drótkefe, a festék vagy akár a védőkesztyű a jótékony megmozdulás során. Persze már vannak partnerek, de ahogyan az Fletcher Ádám hangsúlyozta, mindenkit várnak szeptember 22-én 8 órától a Tóvárosi Ovinál. Sokan jelentkeztek egyébként, ez nekem is meglepő volt, egyrészt meglepő, másrészt pedig nagyon jó érzés, hogy bejelentkeztek, és így módon mellénk fog állni az Arkonik, akik már jelezték, hogy szeretnének jönni, és az IBM-ből is jönnek dolgozók. Ugye mindenhol van egy ilyen kis közösség, és az a nagy szerencsénk, hogy hát mindenki éhesen várja azt, hogy tenni vágyóként, hogy valamire rámehessen, valamit kaphasson, amit ő megjavíthat, felújíthat, és így módon mi akkor megteremtjük a lehetőséget. De természetesen rajtuk kívül azért sok mindenkit várunk, hiszen hát láttuk, hogy ez a kerítés lehet, hogy még hosszabb, mint amivel ott találkoztunk, úgyhogy biztosan szükség lesz itt is a dolgos kezekre. Egyébként jelentkezni nagyon egyszerű, mert nálam lehet, akár e-mailen, akár a Facebook oldalunkat, hogyha megnézik egyébként a terem Facebook oldalát, ott van egy eseményünk, és ott megvannak a leírásként az infók. Ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!